Ebben a videóban az A-vitaminról lesz szó. Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. A zsírban oldódó vitaminok, mint amilyen az A-vitamin is, képesek áthatolni a sejtfalakon, azaz be tudnak hatolni a sejtekbe, és így DNS szinten tudnak hatással lenni a szervezetedre. A vízben oldódó vitaminok erre nem képesek. A legjobb példa arra, hogy DNS szinten befolyásolják a szervezetünket a zsírban oldódó vitaminok, az amikor például túl sok A-vitamint viszel be, ugye narancssárga lesz tőle a bőröd. Az A-vitamin hiány 4 leggyakoribb jele, a bőrön jelentkező foltok és egyéb bőrproblémák, mint például az akné, a romló éjszakai látás, illetve a gyakran kiszáradó szemek, a gyakran kiszáradó száj és ajkak, illetve az orrban jelentkező gyulladásos problémák, vagy például az orrszárazság. Mindezekből jól látszik, hogy hol van leginkább A-vitaminra szüksége a testünknek, a bőr, a szemek, illetve a különböző nyálkahártyák és az ott lévő folyadékoknak a működtetéséhez. Ha alacsony az A-vitamin szinted, általában szárazság alakul ki a tested különböző pontjain, a hajnál, a bőr egyes részein, illetve a szemek is kiszáradhatnak. Először is fontos tisztázni azt, hogy az A-vitamin az ételekben kétféle formában van jelen. Vannak azok az ételek, amelyek az A-vitaminnak az elővitaminját tartalmazzák, ez ugye a beta-karotin, és vannak azok az ételek, amelyek magát az A-vitamint, azaz a retinolt tartalmazzák. A beta-karotint a testünknek át kell alakítani A-vitaminná, azaz retinollá ahhoz, hogy A-vitaminként használni tudja. Ez az átalakítási folyamat azonban korántsem tökéletes, a legtöbb esetben csak alacsony hatásfokkal megy végbe, tehát ha nagyon alacsony az A-vitamin szinted, de is pótolni akarod, akkor elsősorban olyan ételeket figyel be, amelyek magát az A-vitamint, tehát a retinolt tartalmazzák, és nem a beta-karotint. A beta-karotin, illetve más karotinoid vegyületek, lutein, zeaxantin, likopin, beta-kriptoxantin, ettől függetlenül nem rosszak, számos nagyon jó tulajdonsággal rendelkeznek, például rendkívül jó antioxidánsok. De visszatérve a beta-karotinra. A beta-karotin a vitaminnál való átalakulásának hatékonyságra például azért is romolhat, mert az emésztőrendszeredben valamilyen probléma van jelen, például áteresztő bélszindróma, IBS, vagy például az antibiotikumok károsították a bélflórádat, vagy például, hogyha kevés az epesavad. Az epesav ugye azért lényeges, mert a segítségével bomlanak le a zsírok, illetve a segítségével hasznosulnak a zsírban oldódó vitaminok az emésztése során. Tehát ha kevés van belőle, könnyen kialakulhat nálad az A-vitamin hiány. Az epesavat tudod pótolni epesav tartalmú étrendkiegészítőkkel. Az előzőekből következik, hogy alacsony A-vitamin szint esetén érdemes inkább olyan ételeket fogyasztani, melyek magát az A-vitamint, tehát a retinolt tartalmazzák, és nem a beta-karotint. A hét nagyon jó retinol forrása májételek, a hidegen sajtolt csukamájolaj, a zöldfűveletetett állatoktól származó vaj, illetve a gívaj, a tojássárgája, a zsírosabb sajtok, a zsírosabb halak és a nyers tej. A beta-karotinból pedig a hét kiváló forrása az édesburgonya vagy batáta, a zöldszínű zöldségek, a répa, a tökfélék, a szőlőlevél, a sárgadinnye és a moringa növény leveléből készült őrlemény. A következő lépésben fontos arról is beszélni, hogy a gyenge gyomorsav is okozhat A-vitamin hiányt. A gyomorsav és a reflux állapotáról több videóban beszéltem már, keres rá a keresőben. Ha refluxod van, nagy az esély rá, hogy az a túl gyenge, illetve túl kevés gyomorsavtól alakul ki, és nem attól, hogy sok a gyomorsavad. Sajnos ezt az orvosok még most is félrekezelik, és savcsökkentőket adnak az embereknek, miközben a reflux esetén 10-ből 9 esetben erősíteni kellene a gyomorsavat, és nem gyengíteni. A gyomorsavadat szüreten almaecettel, illetve emésztőenzim bevételével tudod a legegyszerűbben erősíteni. A gyomorsav erősítés hatására elmúlik a reflux, illetve ami jelen téma szempontjából fontos, hogy nagyobb hatékonysággal fognak lebomlani a mikrotápanyagok az emésztése során, tehát több A-vitamin szívódhat fel a szervezetedben.
Az A-vitamin fontos összefüggésben van a pajzsmirigyünkkel is, mivel a pajzsmirigyünk kulcsszereplő ugye az immunrendszerünk működésében, tehát az is egy fontos állítás, hogy az A-vitamin kulcsszereplője az immunfolyamatoknak. Először is a beta-karotin A-vitaminná való átalakulását a pajzsmirigy végzi, tehát ha problémák vannak a pajzsmirigyeddel, nagy az esély rá, hogy az elfogyasztott beta-karotin nem alakul át A-vitaminná, tehát a pajzsmirigy problémája is állhat az A-vitamin hiány mögött. Ebben az esetben is inkább tehát azokat az ételeket célszerű fogyasztani, amelyek ugye retinolt, azaz A-vitamin tartalmazzák, és nem a beta-karotint. Másodszor pedig a T4 pajzsmirigy hormon, azaz az inaktív pajzsmirigy hormon T3-má való átalakításához kulcsfontosságú az A-vitamin. Más szóval a pajzsmirigyünk nem tud működni retinol, azaz A-vitamin hiány esetén. Az A-vitamint nem ajánlott ételkiegészítő formában pótolni, tehát szintetikus A-vitaminnal, kapszulákkal vagy tablettákkal, mivel nagyobb dózisban a szintetikus A-vitamin mérgező hatású lehet, mert ezt a vitamint, mint sok más vitamint, például a D-vitamint sem tudják laboratóriumban olyanra elkészíteni, mint amilyen a természetben előfordul. Az A-vitamin kulcsfontosságú a terhesség alatt is, ugye fontos szerepe van a magzatnak a fejlődésében. Végezetül nézzük meg, melyek azok a legfontosabb egyéb tápanyagok, melyek támogatják az A-vitamin működését a szervezetünkben. Először is az E-vitamin és az omega-3 zsírsavak, melyek az A-vitaminnal együtt fontos szerepet játszanak mind a szemek, mind a bőr állapotának javításánál. Tehát szem- és bőr problémák esetén az A-vitamint az E-vitaminnal és az omega-3-mal célszerű megtámogatni, illetve szem problémák esetén nagyon jók a karotinoidok is, lutein, zeaxantin, astaxantin, mert csökkenteni tudják a szemekben a szabad gyökök számát, így végső soron a szemben kialakuló egyes negatív folyamatok esélyeit csökkentik. A következő a C-vitamin. Az A-vitamin a C-vitaminnal együtt hatékony a szürkehályog elkerülésében. A legjobb természetes C-vitamin forrásokról készítettem korábban egy videót, keresd rá a keresőben. A harmadik pedig a bőrproblémák, a bőrszálasság, az akné és mások bőrproblémák esetén az A-vitamin mellé omega-3-at és kollagént, illetve növényi olajokat, például mandulaolajat, avokádóolajat, kókuszolajat, illetve E-vitamint és C-vitamin tartalmú ételeket érdemes nagyobb mennyiségben bevinni. Mindezeken túlmenően az A-vitamin fontos a csontok erősségéhez is, illetve antioxidánsként csökkenti több daganatféle kialakulásának kockázatát is. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdéseidet pedig küldd el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!